Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy tempeljóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Emiria részére. Kedves Emiria, üdvözöllek téged, ez a te videód. Miről van szó ennél a tempeljóslásnál? Nekünk vannak álmaink, vágyaink, reményeink. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kell, hogy higgyünk benne. Mi erősíti a hitünket? Természetesen a szeretet, az isteni segítség, ezt mi keressük kívülről. Vagy egy templomban, vagy egy tempelben, vagy egy szent helyen, de mi itt érezzük ezt az isteni hatalmat, vagy segítséget. Ez ad számunkra erőt. Mindenki más úton keresi a jó Isten közelségét. Szerintem ez rendben van, és kell, hogy elfogadjuk másoknak a hitét. Fontos az, hogy jó úton legyünk, becsületesek legyünk, érezzük a szeretetet és a jó Isten közelségét. Nem csak ez segít nekünk, hanem a belsőnk. És erre szeretném felhívni a figyelmeteket ennél a tempel jóslásnál. Ha meditáltok, akkor felfedezitek a belső értékeket, és kialakíthattok egy belső tempelt. Ez lehet egy templom, vagy egy tempel, de lehet egy virágos mező, vagy egy erdő. Az a fontos, hogy megtaláljátok a belső nyugalmatokat. És ha ezt elértétek, akkor képzeljétek el a jövőt szintén képekben. És ha ebben hisztek, ha megvan ez a hit, akkor megvalósul. Természetesen reális dolgokról kell, hogy legyen szó. Kedves Emiria, most megtekintjük asztrológiailag azt, hogy milyen lehetőségeid vannak. Ezt az asztrológiát az indiai számítás szerint tekintjük meg. Ennél a tempel jóslásnál a reményekről van szó. A horoszkópban a 9-es életház az utazásokra utal, külföldi kapcsolatokra, de ez lehet egy belső út is. És itt van a hitünk. A te horoszkópodban, itt a 9-es életházban van a Szkorpión jegye, és egy visszatekintő Neptun bolygó. Itt a képen a 9-es életház, azaz MC mellett található, és visszatérve a Szkorpión jegyére. Itt a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről. Itt fontos ez a megújulás, hogy áttedd magad a félelmeken, a bizonytalanságokon, és bízz a jövőben. Itt erősíted a hitedet. A te horoszkópodban itt van ez a visszatekintő Neptun bolygó, ami a múltra utal, kármikus témákra is. Neptun bolygó a szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, de mutatja az intuíciót és az inspirációt is. A művészeknek a bolygója. Ez minden olyan álomszerű.
de Neptun bolygónál kell, hogy vigyázzunk, mert gyakran ez másoktól jön, szépen fogalmazva, és mi van akkor, ha ez egy hazugság, akkor csalódásokat vált ki nálunk, ezért te kicsit óvatos vagy. Múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt mozog a lefele mozgó holdcsomó, Kétó. Ez egy kármikus csomó, és utal a múltra. Itt lesznek emlékek. Az is előfordulhat, hogy külföldi utazás lesz nálad, és az az érzésed, hogy te itt már voltál. A 11-es életház az a reményeknek a háza, ott van nálad a bak jegye bolygók nélkül. De most itt mozog a nap az indiai számítás szerint, itt mozog Merkur bolygó, itt van Jupiter bolygó, ami számodra szerencsét hoz, itt van Szaturnusz bolygó is, ami befolyásolja a sors utadat, és itt van Plutó bolygó, ami azt jelenti, hogy higgy magadban, és Plutó bolygó uralkodik. És ez kihat rád, ezt az életterületet kell, hogy most birtokba vegyed, és uralkodj itt. Itt nem csak reményekről van szó, hanem baráti kapcsolatokról is. A lelki társadnál a Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz, de utalhat bírósági ügyekre is, a bak jegyében van, és itt a bak jegyében most sok minden történik. Hogy ő ezt melyik életterületen éli át, azt nem tudhatjuk, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. És most megnézzük ezt a tempel jóslást. Ez a kártya itt középen azt mutatja, hogy mi áll a középpontban ez évben. A kártyán a kejhek láthatóak, és az utal az érzelmekre. A hetes szám a hold energiájával van összefüggésben, és az utal az álmokra, a vágyakra, de arra is, hogy ezt te megkapod, ha hiszel benne. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy a te lelki társad álmodozik rólad. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent bal oldalon azt jelenti, hogy mi az, amiben hihetsz, ami megvalósul. Itt szerelemről van szó, és az azt jelenti, szerencséd lesz a szerelmi élet területén. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent, középen azt jelenti, mi erősíti a hitedet. Itt az érmékről van szó, az anyagi jólét és biztonság. De ez jelenti a belső értékeket is. Légy ennek tudatában. A hatos szám utal a múltra. Valami vagy valaki visszatér a múltból, és ez erősít téged belülről, adja neked ezt a belső erőt, vagy kapsz valakitől segítséget. És most megtekintjük a következő kártyát. Ott fent jobb oldalon mutatja a segítséget az angyaloktól, vagy egy isteni segítség. Ezen a képen a sors látható. Nálad lesz egy sorsdöntő fordulat.
vagy sorsdöntő változások. Ez a kép szimbolizálja a kínai asztrológiát. A négy palotát a vörös madár őrzi a déli határt, és utal a nyárra. A kék sárkány őrzi a keleti határt, és utal az őszre. A fekete teknős béka őrzi az északi határt, és utal a télre. És a fehér tigris őrzi a nyugati határt, és utal a tavaszra. A kép mutatja a kínai asztrológiát, és az befolyásolja a sorsutat, szimbolizál egy sorsdöntő változást. És most megtekintjük a következő kártyát. Melyik elképzelés vagy terv az, ami számodra ez évben megvalósítható? A választ megadja bal oldalon középen ez a király, illetve én úgy mondanám császár, mert itt a kínai kártyákról van szó. Mit közöl ez a császár veled? Mutatja a tűz elemét, a bátorságot, az akaratot és a lelkesedést. Az, ami téged lelkesít ez évben, és megvan hozzá a bátorságod, hogy ezt megvalósítsd, akkor mind ez elérhető számodra. És most megtekintjük a következő kártyát. Képzeld el azt, hogy te kívánhatsz valamit. Melyik kívánság teljesül be? A választ megadja az a kép jobb oldalon középen, és itt láthatunk egy égi mestert. Én úgy mondanám, egy bölcs varázsló. Te is bölcs vagy. Ez lehet számodra egy spirituális út. És most megtekintjük a következő kártyát. És még mi fog beteljesedni nálad ez évben, azt mutatja bal oldalon alul ez a kártya. Itt a levegő eleméről van szó, és kommunikációról. De nem csak erről, hanem gondolatokról, tervekről, ötletekről, és arról is, hogy tudnád ezt megvalósítani. Ami fontos, itt az egyensúly. A képen látható, hogy az egyik férfi kisebb, a másik nagyobb. Itt kommunikációról van szó, és az egyensúly azt jelenteni, hogy ha te közölsz valamit, fontos az is, hogy hallgassd meg, hogy mások mit mondanak. Vagy az, hogy mások beszélnek és beszélnek, de fontos az is, hogy te is szóhoz juss, és meghallgassanak téged, hallgassák meg a te véleményedet. Ezt te idén rendbe fogod hozni. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi hoz számodra sikert? Ezt mutatja alul középen ez a kártya. Itt a tűz eleméről van szó. Az utal a bátorságodra, az akaratodra, a lelkesedésre is. De ez a kártya mutatja a kihívásokat. Eddig mindig tűrtél mindent, de ez évben az hoz számodra sikert, ha megvéded magadat, vagy nemet tudsz mondani. Azon kívül keres egy kiutat, vagy lehetőségeket, ami lelkesít téged. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi a feladatod ez évben, ezt mutatja itt ez az utolsó kártya. Itt az érmékről van szó, tehát anyagi dolgokról,
a hivatásodról, az értékekről és a te belső értékedről és tehetségedről is szó van. Vedd ezt a kezedbe, vedd ezt birtokodba, és légy ennek tudatában. Kedves Emiria, így tudtam ezt a tempel jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!